karakter. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a Percy Jackson sorozat 7. és 8. részéről lesz szó, vagyis az első évad végéről. Spoilerek ebben a kibeszélős epizódban, majd valahova befirkantom, mert nem tudom, hogy mennyire fogok összefüggéseket beszélni más könyvekkel, csak hogy lehessen tudni, hogy mire lehet számítani ebben a videóban. Szóval, a 7. részről nem tudtam külön videót csinálni így időhiány miatt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy egybeveszem ezt a kettőt. Voltak változtatások mindkét részben, nem tudom, hogy végigmondanám-e egyesével a dolgokat. A 7. részben ugye mennek le Hadeshoz, és benne volt végül a vízágyas, vagy az ágyas rész, ami olyan szempontból másként játszódott le a könyvben, hogy mivel itt már könyvhöz képest, hogy a könyvben ugye nem tudták, hogy hova mennek be, itt meg Hermésztől kapták az utasítást, hogy itt tudnak lemenni az alvilágba, így igazából fölkészülten mentek. Én továbbra is úgy, nekem egyébként elmondom összegezve, nekem nem volt problémám a változtatásokkal, igen, más azért, mint a könyv, de én nem mondanám nem hű adaptációnak, és egy bizonyos szinten el kell tudni különíteni a könyveket meg a sorozatot, mert más médium, kicsit más szemszögből beszél, szóval nem egy ekte ugyanaz, de nekem egyébként alapvetően így tényleg végignézve a sorozatot hozta a Percy Jackson érzést. Csak egy másik szemszögből igazából, én ezt tudnám leginkább hozzámondani. Nem volt tökéletes ez a sorozat, nem ez volt a világ legjobb adaptációja, de én nagyon élveztem, nagyon elégedett voltam azzal, amit igazából kaptunk, és nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása. Ez így tömören röviden a véleményem az egész évadról. Kicsit furcsa volt, hogy Annabeth előbb eljött az alvilágba, meg én nagyon hiányoltam egyébként, hogy nem játszott a Kerberosszal, hanem ugye csak ez a megsimoga, vagy vakargatta a fülét, és utána eldobták a labdát, tehát ezt egy kicsit máshogy oldották meg, az lényegtelen, hogy máshogy oldották meg. Én azt sokkal jobban szerettem a könyvben, például, hogy ott Annabeth ugye játszott a kutyával, és utána megmondta Hadesnak, hogy játszon többet a kutyával, mert magányos. Hades karaktere nekem egyébként teljesen jó volt, valahol tetszett, hogy nem volt ez a nagyon durván komor ember. Lehet, hogy ez más, mint a könyvekben. Őszintén szólva, valószínűleg nekem ezzel azért nem lenne problémám, vagy nincs is problémám, mert annyi verzióját láttam Hadesnak az utóbbi években különböző retellingekben, meg ilyen-olyan dolgokban, például a Lore Olympusban, hogy nekem majdnem mindegy Hades, hogy viselkedik. Nekem tetszett ez a megközelítése Hadesnak, és ahogy így mutatta, hogy itt az anyád, add vissza, és akkor Percy mondta, hogy de nem adja oda a villámot, Hades meg így milyen villámot, nekem a sisakon kell. Szóval nekem az egész jelenet tetszett. Az utolsó részben ugye megvolt az Áresszal vívott harc, visszaviszi Percy a villámot, visszatér a táborba, megtörténik az árulás, és itt is voltak azért ugye nagy változtatások. Az Áreszos harc, talán arra is nem azt mondom, hogy csalódott vagyok, de az is nagyon gyorsan meg volt oldva, de én szerintem egyébként valószínűleg a könyvben sem volt annyival hosszabb. Láttam egy olyan videót, ahol konkrétan valaki kikereste a harcjeleneteket, amikre panaszkodtak az emberek, hogy mert hogy milyen rövidek, és ilyen 3-4 oldalas harcjelenetekről beszélünk, hogy hol kezdődik és hol ér véget könyvben, ahol ugye sokkal tovább tart leírni így mozdulatokat, mert leírod a saját nézőpont karakter mozdulatát, mit lát, hol, tehát ugye, és ez vizuálisan negyedennyi megjeleníteni. Szóval ilyen szempontból egyébként megértem, hogy ez ilyen rövid volt. Nekem különösebben nincs vele problémám, tényleg kicsit rövid volt, de végre láttuk Percynek, ugye megidézte a hullámot, az erejét, és benne volt a Áresz valós formája, ugye, amikor ilyen nagy fényrobbanással az istenek teleportálni szoktak. Az olimposzos jelenet Zeusszal, ott Percyből nagyon kijött a Percessi. Nagyon szerettem, hogy így odament Zeushoz és mondta, hogy amúgy nem akarod kicsit összeszedni magad, vagy csinálni valamit, mert elég bénák vagytok. És őszintén ilyen szempontból nekem értelmet nyert az a változtatás, hogy lekésték a határidőt a küldetéssel, mert hogy ezzel mutattak be olyan karakter
miért angolul jut eszembe a szó? Karaktertraiteket, mindegy. A Poseidonra, Zeusra, meg Percyre is, ami szerintem tök jól jött ki. Ugye, mivel Percy beszól Zeus, meg Zeus le akarja villámozni a már visszakapott villámjával, és Poseidon hirtelen megjelenik, és megfogja Zeus kezét, és ugye azt mondja, hogy megadja magát, mert ugye ők háborúba kezdtek, mivel letelt a határidő. És inkább föladja, hogy Zeusszal összehajba kapjon, és ő győzzön, mint hogy meghaljon a fia. Őszintén, ha az nem volt megható jelenet, meg előtte, amikor Percynek odaadja a Nebesz a nyakláncát. Az is olyan jelenet, Jézusom, olyan jelenet volt. Olyan keményen tolják a Percy Beth contentet, tehát, hogy... És azt olyan jól csinálják a színészek is, hogy így látod, hogy Percy, miért nem veszed észre, hogy ti egymásnak vagytok teremtve? Mert ugye a könyvben itt teljesen oblivious az egészre. Az a jelenet Poseidonnal nekem nagyon-nagyon tetszett, az nagyon erős volt szerintem. Én azzal abszolút elégedett vagyok, és ilyen szempontból értem, hogy miért döntöttek úgy, hogy lekésik a határidőt, mert hogy itt Zeus el tud dicsekedni, azzal ő nyerte meg a háborút. Luke árulása. Ugye alapból annyi embert látta a panaszkodni arra, hogy mert nem a Skorpió csípte meg, és szerintem annyival jobb lett a sorozatban, mert én sose éreztem azt, hogy annak a Skorpiónak olyan nagy történetbeli jelentősége lenne, hogy most Skorpió per, hogy Luke-ot próbálja átállítani, csak simán is kb. Tehát ugye egymásnak esnek és harcolnak, tehát hogy nem annyira látom ebben a különbséget, mert hogy ugyanúgy elárult a Luke, és ugyanúgy fájdalmas. Látott Percy a megtörtséget, annyi, hogy itt nem egy Skorpió csípi meg, és van 60 másodperce, hanem itt Annabeth közben hallgatózik. És szerintem annyival jobban fájt látni, hogy Annabeth ott képében elárulja Luke. És látod Luke-on is, hogy rosszul esett neki, hogy elárulta Annabeth. És szerintem az a jelenet is tök erős volt. Ezzel ugye nyilván lehet nem egyetérteni, nekem nagyon tetszett. Amit emberek erre mondtak, hogy mert hogy így Annabeth majd a harmadik kötetben, amikor átveszi Luke-tól az égtartását, azt miért csinálná meg, ha már itt látta, hogy Luke elárult a Percyt, amit kicsit nem értek, mert Luke már az első... Tehát egy Luke az ellenség gyakorlatilag, ugye, és ezt Annabeth is tudja. Ettől függetlenül, még úgy is, hogy hallott ezt a beszélgetést, dönthet úgy, hogy hisz Luke-nak, mert Luke-ot ugye azt mondja, hogy Kronos csak manipulálta. Szóval, hogy nem értem, hogy ez miért akadályozná meg a Barnabest, hogy segíteni akarjon Luke-nak, és hinni neki, hogy ő amúgy jó ember. Mert hogy amúgy Luke nem egy rossz ember, tehát hogy egyébként rossz eszközöket választott a célja elérésére, de hogy nem egy rossz ember. Szerintem ezt így ki lehet mondani, hogyha valaki végigolvasta az 5 könyvet, hogy amúgy Luke nem egy zsigeréig romlott, világ legdurvább gonosza. Tehát nem. Csak egy frusztrált gyerek gyakorlatilag, akinek elege van az istenekből. Na mindegy, szóval ez megint egy olyan, hogy nekem ez kicsit olyan, hogy csak azért is kössünk bele, hogy belekössünk. Szerintem tök jók voltak azok a jelenetek. A végén, amikor Talia fájánál elbúcsúztak Percyék egymástól, az is nekem annyira megható volt. Az egész utolsó epizód nekem nagyon-nagyon megható volt. Nagyon-nagyon szerettem változtatásokkal mindennel együtt. Igen, elismerem, néha tényleg volt a tempójában a részeknek, meg az egész sorozatnak, ami egy kicsit így offos volt, de egyrészt ez egy első évad, szóval szerintem azért mondhatjuk azt, hogy még megtalálhatja a lábait, és innen már csak jobb lehet az egész. Főleg akkor, hogyha hajlandóak a készítés közben figyelembe venni a visszajelzéseket, amiket így az első évad után kapnak. Tehát, hogy szerintem nem elásni kéne ezt a sorozatot ezek után, hanem azt mondani, hogy okay, mit tudunk javítani az első évad tapasztalatai alapján. De például a filmeknél szerintem, amit ugye megpróbáltak javítani, az fullos káosz volt, ahogy azt javították szerintem. Szóval én nagyon elégedett vagyok, újra szeretném nézni egybe, és meg akarom nézni, mert van már egy dokumentumfilm, ami elérhető hozzá az egész évad készítéséről.
Nincs bejelentés arról, hogy lesz a második évad. Elméletileg elkezdték volna egyébként forgatni a második évadot kb. Már tavaly, ha nincsenek a sztrájkok. És ez kicsit azért fájdalmas, mert a színészek, a gyerekek baromi gyorsan serdülnek. És szerintem több epizódban is látszott, hogy mi az, amit előbb vettek föl, és mi az, amit később, mert például Walker Scobell annyit nőtt a forgatás alatt is, hogy látod, hogy mennyit nőtt. Úgyhogy emiatt kicsit féltem az egészet, és én szintén nem értem az utálatot, de az interneten nagyon sokan szoktak nagyon hangosan leklenni, úgyhogy szerintem nem az alapján ítélem meg ennek a sorozatnak a fogadtatását. Én nagyon szerettem, és engem nagyon boldoggá tett, és valahol úgy érzem, hogy ez a fontos. 13 évesen olvastam a világ legnosztalgikusabb dolga, és körömmel foggal védem ezt a sorozatot. Tehát, hogy szerintem, ha van, aki nagy fanja a Percynek, én szerintem nagyon nagy fanja vagyok a Percynek, de azt is tudom, hogy ez egy adaptációban nem lehet copy-paste-elni. És azt is vegyük figyelembe, hogy ez az első rész 2005-ös. Az ötödik rész is 2010-es. Ezek már régi könyveknek mondhatóak. És az, hogy nem kaptak ott egyből adaptációt, az szerintem szintén jó adaptációt, szintén hatással van arra, hogy kicsit másabb irányból közelítették meg a sorozatot. De én alapvetően elégedett vagyok azzal, amit hoztak. Szerintem az, hogy nem, tényleg, nem tudom már hányszor mondjam el, hogy nekem az, hogy mondjuk máshogy csinálták, más dolgokat csináltak, nem azt adták, hogy hát akkor így a karakternek ez a fontos része, ez így ki is marad, és én látom, hogy a változtatásokkal együtt egyébként ugyanazokat a karakter traiteket, most bocsánat, nem jut eszembe rá a magyar szó, ugyanúgy azért kihozták máshogy, de kihozták. Nekem legalábbis átjött, szóval jó, nem láttuk, hogy Annabeth mennyire halálosan fél a pókoktól, de ezt láthatjuk később is. Mint ahogy a Luke Percy edzést is az utolsó részbe tették be flashbackként, és egyébként milyen szép visszacsatolás volt, hogy ugye az első évad azzal, vagy az első rész azzal indult, hogy Percy mondja, hogy én nem akartam felvér lenni, és ebben a részben az utolsóban meg Luke mondja neki, hogy te nem akartál felvér lenni, és nekem nagyon tetszett az egész, ahogy fölépítették, most ezzel nem tudok mit mondani. Igen, más, mint a könyv, nem ugyanolyan, és a könyv még mindig jobb, tehát ugye erre ezt tudom mondani, hogy azért így egyben a sztori, a könyvvel együtt talán úgymond az igazi, mert hogy a könyvben ugye sokkal több mindent azért látsz. Meg nyilván én már olvastam mindent, én mindent tudok, ami történni fog, meg ami történhet, tehát látom jobban egyben az egészet, nem tudom, meg nagyon a szívemhez vannak nőve, és tényleg nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes adaptáció, de ez egy jó adaptáció. Na most erre nem tudok mást mondani, nekem nagyon tetszett, én nagyon elégedett voltam az egésszel. Engem hihetetlenül boldoggá tett, szerintem ezzel tudom a legjobban az egészet összefoglalni, hogy engem ez a sorozat boldoggá tett, és őszintén ennyit vártam tőle, hogy boldoggá tegyen, amit kiripáltunk, úgyhogy nagyon jók vagyunk. De lehet azt mondani, hogy nem tetszett valakinek, hogy elégedetlen vele, és nem akarja nézni, ez szerintem egy teljesen elfogadható dolog. Senkinek nem fogom azt mondani, hogy csak nézd, csak azért is, mert hülye vagy, és nem érdekel a véleményed, tehát, hogy nem. Én ilyet sose mondtam, szerintem. Én szeretném nézni, úgyhogy én szeretném, ha neked nem is, vagy ha valakinek nem is tetszik, akkor már csak azért is mondja azt, hogy hát, ha lesz második évad, mert én szeretném nézni, úgyhogy nekem. Jó, azoknak hadd legyen meg az öröme, akiknek tetszett. Akinek meg nem tetszett, nem kötelező nézni egyébként ez igazából. Továbbra is ide fut ki, csak hát ugye internet, és nagyon hangosak lehetünk az interneten. Le kell szoknom a kommentolvasásról egyébként, meg arról, hogy fölmenjek az internetre, és akkor tök jól tudom élvezni az én kis sorozatomat, meg a Percybeth editeket. Úristen, bocsánat, még egy pillanatra be kell jönnöm. Ugyanis kihagytam el az egyik legjobb dolgot a hetedik részben, Percy, vagy mi az, Sally és Poseidon. Az a jelenet. Igaz, őszintén sose sippeltem specifikusan Sallyt Poseidonnal. De ez a sorozat, ez elérte, hogy sippeljem őket. Az a jelenet, Jézus Máriám, az a jelenet. Azon sírtam azon a jeleneten. Őszintén, azon könnyeztem.
éreztem magamban a késztetést, hogy keresek fanfictiont. És ha én ezt érzem, ott már dolgok vannak. Mert én nem vagyok ilyen nagy... Nem nagyon szoktam fanfictiont olvasni. Mármint ilyen szökőjvente egyszer valami rövidet maximum. Életemben kettőt olvastam, és ezek is ilyen novella hosszúságúak voltak. Vagy hármat. Tehát, hogy nem. Én nem vagyok fanfictionös, de egy Szeli Poszeidonosat most már úgy érzem, hogy kell. Ennyi. Ennyi volt. Ezt elfelejtettem, de ez nagyon fontos volt, hogy ez ide kellett. Mert a hetedik részben folyamatos flashbackeltünk a jelen, meg a, amikor Percyt új iskolába iratták be között. Terveim szerint fogok csinálni egy több emberes élős kibeszélőt is a sorozatról, azt, hogy mikor, egyszer csak, majd, ahogy tudunk szervezni ilyet, illetve valószínűleg Emmával is fogunk beszélgetni róla bővebben a Polckesztes podcastünkben, ami a YouTube-os feltetéssel le vagyok maradva, de egyébként az összes ilyen podcast lejátszóban benne van, csak a YouTube-os az egy extra kör, hogy ide fel tudjam tölteni, amire nincs mindig kapacitásom. Már egy ideje nem csináltam, de hogy még így várható, hogy fogok beszélni nyilván a Percy Jacksonról, és erről az adaptációról is. Most ezek a videók ilyen kicsit rövidebb én véleményem, de nagyon szeretnék más emberekkel is beszélgetni erről, mert nyilván ez is egy szubjektív dolog, hogy fogad be egy ilyet az ember. De addigra még megnézem majd a dokumentumfilmet is, meg mindent is, meg valószínűleg újra is nézem, és én nagyon örülök, hogy megkaptam ezt az adaptációt magamnak. Nekem nagyon tetszett, és tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy lesz második évad, meg folytatás. Legalább az első 5 könyvet, ha végig adaptálnák, én már nagyon boldog kis ember lennék. Nagyon fölnőnének annyi idő alatt, mondjuk a gyerekek már azért hosszú idő 5 évadot leforgatni. De hát ha így szorítok érte, mert nagyon élvezem, és nagyon szeretnék ebből többet. Nem is húzom tovább igazából a szót. Én tényleg azt mondom, hogy nekem lényegében azt adta, amit szerettem volna, hogy adjon ez a sorozat. Szerintem a könyv lelkét megőrizte, de mondom, ezzel lehet nem egyet érteni, szóval amúgy nyugodtan egyébként. Kommentben írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok erről akár a 7-8. Részről, vagy az egész évadról, úgy egy az egyben. Kíváncsi vagyok. Én nagyon örültem mindennek. Én nagyon szerettem az egészet. Én nagyon-nagyon szerettem. És ez itt a végszavam, hogy én nagyon szerettem. És senki nem tudja ezt nekem elrontani. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.